Most kezdődik minden, lehet, hogy most kezdődik el. Lassan ébred már a hajnal, a napsugárral érkezel. Ne mondj semmit, úgy is értem, a szemed elárulta már. Ne mondd el, hogy miért jöttél, tudom, hogy mást akartál. Most kezdődik minden, lehet, hogy most kezdődik el. Lassan ébred már a hajnal, a napsugárral érkezel. Ne kérdezd tőle, az, aki lát, titkai nincsenek, ne hidd tovább. Ne kérdezz tőle, hogy hol mondtad el, ahová indultál, oda érkezel. Szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat a Scola Rivolina kórus immár hagyományossá vált augusztus 20-ai koncertjén. A mai nap nem is szólhat másról, vagy más valakiról, csak Szent István királyról. Ez a személyiség, mely nemzetünk, történelmünk,
talán legmeghatározóbb személyisége és egy közismert ember a világ bármelyik részén élő magyarok szemében egy ismert személyiség. Ami engem illet, mondhatni szégyenemre, nagyon sokat nem tudtam Szent István királyról. Maximum annyit, amit a híres rock opera soraiból elcsíptünk, hogy ugye volt egy Géza nevű édesapja, meg egy Sarolt nevű édesanyja, Gizella volt a felesége, volt egy Koppány nevű csávó, aki hát eléggé nem szép dolgokat akar csinálni. Úgyhogy a korunk egyik legnagyobb felfedezését, az internetet használva virtuálisan föllapoztam egy internetes enciklopédiát, és rákerestem Szent István királyra. És mindezt azért mondtam el, mert nagyon sok érdekes információt találtam róla. Például azzal kezdtem, hogy megtudja, mikor született. Ha ekkor ért az első meglepetés, nem tudjuk, hogy mikor született. Tehát valamikor 970 és 980 közé teszik a születési dátumát, illetve a 14. századbeli képes krónika azt mondja, hogy 969-ben született, de nincs egy biztos korabeli forrás, amelyik ezt igazolja. Jó, nem tudjuk, mikor született, lássuk, hol született. Na, ebbe se vagyunk biztosak. Egyesek szerint Esztergomban, de ismét nem találtam egy olyan korabeli forrást, ami ezt igazolná. Na akkor mikor keresztelkedett meg? Hát ezt se tudjuk, vagy legalábbis én nem találtam meg. Ugye egyesek szerint nem sokkal a születése után fölvette az István nevet, ugye eredetileg Vajknak hívták, török eredetű név, de ez ellentmond annak, hogy őt a történelem már Vajknak ismerte meg, tehát nem biztos, hogy rögtön születése után keresztelkedett meg. De semmi gond, mondom, veszük tovább a matekot, mikor koronázták királlyá? Hát egyesek szerint 1000. december 24-én, vagy 1001. január 1-én. A lényeg az, hogy vagy egy karácsonyi buli, vagy egy szilveszteri buli volt, akkor történhetett ez a megkoronázás. Az egyetlen biztos dátum, amit igazoltak, az az, hogy mikor halt meg, hát ez sors iróniája, mégpedig 1038. augusztus 15-én. Ugye nem olyan régen ünnepeltük a halálának évfordulóját, most a szenté avatásának az évfordulója van augusztus 20-án. Ez a dátumtalanság tulajdonképpen nekem kedvezett, hiszen nagyon sok dátumot nem kellett megjegyeznem. Még azt jegyeztem meg, hogy 1083-ban augusztus 20-án akkor avatták szenté, hát ezt mondjuk nem volt olyan nehéz megjegyezni, mert ez a születi, illetve a halálozás évének a fordítottja, 38-nak a 83. Na most mindezeket azért mondtam el, nem rövid történelem órát akartam tartani, azért mondtam el, hogy egy olyan személyről, akiről azt gondolhatnánk, hogy egy közismert valaki, mégis milyen kevés dolgot tudunk, és sajnos, hogy ezeket a dolgokat, illetve ezeket az adatokat már nem fogjuk tudni történelmi bizonyossággal alátámasztani. Most bevezetésnek ennyit Szent István királyról, később majd még mesélek róla, de addig énekelek egyet. Két lyukas cipő és a fél életem most sántik átul két évezreden. We'll be right back.
és hol lesz a Ben, azt majd álmaimra bízom, reményeim meg itt hűti önmel majd. Onnan kiragad, nem felejted. Ez a
egyre többet olvastam Szent Istvánról, úgy kezdett befészkelődni egy kérdés a fejembe. Miért lett ez az ember szent? Lehet, hogy most furcsán hangzik ez a kérdés, de mindjárt megindokolom. Ugye már beszéltem az előbb a Koppány nevezetű csávóról, aki ugye el akarta foglalni Szent István trónját, miután ennek apja Géza fejedelem meghalt. Koppányé volt a Balatonról délre fekvő vidék, és úgy gondolta, hogy feleségül veszi Saroltot, Istvánnak az édesanyját, és ezzel megszerzi a trónt. De most hát valószínű, hogy István ezzel nem értett egyet, ő nem vehette feleségül saját édesanyját, úgyhogy hadat üzent Koppánynak, és apropó, megint nem tudjuk, hogy hol történt a sorsdöntő ütközet, valahol talán Veszprém közelében. Na most ott Szent Istvánnak a nehéz lovassága, a nehéz hadserege győzedelmeskedett Koppány felett, és Koppány is életét vesztette ebben a csatában. Na most István mindezek után, ugye ellentmondva az emberi, illetve az egyházi törvényeknek, nem temettette el az ellenfelét, hanem fölnégyelte, és elrettentő példaként szétküldte négy vármegyében, Esztergomban, Győrben, Veszprémben és Gyulafehérváron, hogy az ő hatalmát, vagy az ő trónját megkérdőjelezők, azok elrettenjenek. Miután megkoronázták, ugye első dolga az volt, vagy nem biztos, hogy az első, de megtámadta a saját nagybátyját. Hát ez sem volt szerintem egy szép dolog tőle. Őt is legyőzte, Észak-Erdélyt is megkaparintotta, és következő években meg ezzel foglalatoskodott, hogy hódítgatott jobbra-balra. Most ez nem baj természetesen, és joggal mondhatnák, hogy most igencsak szubjektíven állítottam be ezt a Szent István képet, hogy ő tulajdonképpen nem érdemelte volna meg azt, hogy szenté avassák, ez természetesen nem így van, hiszen mindezen cselekedetei mellett azért ő keresztény hitre térítette a magyar népet, sőt, mi több, amikor leány testvéreit férhez adta, mert ez is rámaradt, akkor, ha jól emlékszem, az egyik sógorának azt a feltételt tűzte ki, hogy ő is keresztelkedjen meg, és akkor veheti el feleségül a leány testvérét. Na most, miért avatták szenté Istvánt? Hát azért avatták szenté, mert hogyha ő nincs, akkor mi nem vagyunk. Mi nem ülhetnénk itt, illetve önök nem ülhetnének itt, mi nem énekelhetnénk ezen a színpadon, nem lennének azok a csodálatos templomok, kolostorok, apátságok, amiket Szent István épített és építetett. És végére hagytam még egy érdekes apróságot. 2000 augusztus 20-án Szent István volt az első olyan szent, akit elfogadtak, illetve szenté nyilvánítottak a keleti keresztények is, azaz az ortodox egyház. Tehát ő az a személy, amely kapocs a katolikus és az ortodox egyház között. Köszönjük Szent István, hogy voltál, köszönjük Szent István, hogy vagyunk. Kezekkel írta rá kemény nevét, hogy megpihenjen művein a lélek, mint halhatatlan győzedelmi ég. Komor felhőkből bomlik a kék, side.
bokkegét, reszket még a fény. Jobbja törvényt írt kemény, hogy megkösse a rónák vadporát, szőlő teremjen és kenyér fehérebb, mindenki meglelje otthonát. Áldott nyomor rendet hozó célkéz, mely tékozója kincsét. Új szívekbe hát, ragyogjon tovább. Szent Mihály, István királyról szól a dal. Oh,